Hazaérkeztek a Magyar Afrika Társaság és a Segítő Angyalok Alapítvány által szervezett Malawi orvosmisszió tagjai. A több mint két héten át zajló misszión az orvosok komoly idegsebészeti beavatkozásokat végeztek, miközben a Segítő Angyalok Alapítvány tagjai egyéb az ott élők életét segítő programot szerveztek a helyiek számára. Útjukról, tapasztalataikról hazaérkezésük után kérdeztük őket. Először olyan eseteket hozott elénk az élet kint, amiket itthon sokkal kisebben operálnánk, sokkal kisebben látnánk, ebből kifolyólag kisebb műtétnek számítanak, viszont Afrikában és Malawiban, akár pontosabban konkretizálva, ott ezek nagyon komoly esetnek számítottak, ilyen egynapos műtéteknek számítottak, és ezekkel tudtunk aztán végül elindulni, és így indult be a misszió maga. Dr. Nagy Dávid szerint egyébként Malawiban a körülmények megfelelőek voltak ahhoz, hogy szakszerűen tudják ellátni a rászoruló betegeket. Azért elég sok jó eszköz van ott, mármint tárgyi eszköz, amit viszont nem biztos, hogy feltétlenül tudnak használni, vagy ki tudnak használni. Számunkra ez nagyon nagy segítség volt, mert ilyen szempontból nem volt fennakadás, a mikroszkóp is aztán miután sikerült megjavítani, igazából teljesen jól működött, gyakorlatilag a hazai színvonal felül is képes dolgozni ez a mikroszkóp, ugyanúgy ami eszköz kellett a műtétek, az minden rendelkezésre állt. Nyilván kis kiegészítésekkel, azokkal az apró műszerekkel, amiket nekik azért nincsen, mert egyszerűen nem csinálnak ilyen műtéteket. Ami a szűkösebb keresztmetszet volt, az inkább az anesztézia részéről jelentkezett, az, hogy sokféle gyógyszer nincsen, ami nem csak műtét közben volt probléma adott esetben, hanem mondjuk az utógondozásnál az első egy-két posztoperatív napon, amikor egyszerűen kellettek volna bizonyos gyógyszerek ahhoz, hogy könnyebben áthúzzuk ezeket a napokat, viszont ezek ott nem, vagy nem elérhetők egyáltalán az országban, vagy nagyon nehezen és sok utánajárással sikerült őket beszerezni, de végül gyakorlatilag minden olyan létfontosságú gyógyszert, ami volt, sikerült beszerezni. Az orvosok szerint egyébként a misszió több szempontból sikeres volt, ugyanis nem csak gyógyítani sikerült, de a helyiekkel kapcsolatot építeni, valamint olyan tudást átadni a helyi orvosoknak, amelyeket hosszabb távon hasznosítani tudnak. A Segítő Angyalok Alapítvány ezentúl egyéb karitatív módon nyújtott segítséget, sőt, a magyar kultúrát is bemutatták Malawiban. Tulajdonképpen feltárni mentünk, hogy milyen, ugye a humanitárius része, az feltárni mentünk, hogy milyen lehetőségek van a család gyereksegítési programok kiépítésére hosszú távon, és nagyon sok árvaházat látogattam, volt, ahol főztünk, ahol gyerekek ott fél évig nem is látnak húst egyáltalán, csináltunk nekik 500 főre hatalmas üstökbe gulyást, hogy egy kicsit ilyen magyar vonalat kapjon, meg meséltünk rólunk, csináltunk motivációs, és hát én tartottam egy motivációs beszélgetést, előadást gimnazistáknak, másik héten csináltam tejberist dolgot, és iszonyatosan finom volt, hogy olyan ételt próbáltam, amit elő tudnak állítani, hogy ezt majd igyekszünk így az alapanyagokat előteremteni nekik, így hetente, és akkor ők meg tudják maguknak csinálni. Szóval ilyen dolgokat, meg valahol szolár szisztemet kell majd fejleszteni, meg különböző projektek vannak, amiben fogunk tudni segíteni. Úgyhogy nagyon sikeres volt a misszió, azt gondolom. Mint megtudtuk, Malawiban a helyiek nagy szeretettel fogadják az orvosokat, hiszen számukra minden segítség akár az életet jelentheti.